Lokinak a szocializációjával is volt probléma. Ugye az első alkalom akkor eléggé dominánsan állt a többi kutyához. Hát sok munkaórát eltöltött már itt a falkában. Gyere barátom ide, ne szedd, menjél. Mostanra már egészen jó beilleszkedett a csapatban, azért kellett egy jó párszor üzenni neki, hogy hogyan kell itt viselkedni a csapatba. Lokikám, eszednél vagy. De hál' Istennek sikerült megértetni vele azt, hogy ebben a csapatban mi a viselkedési kódex, így neki is jobb, hogyha nem egy állandó feszültségbe és készenlétbe van, hogyha kutyát lát, hanem esetleg be is kapcsolódik a játékba. Na menjél, Lokikám, gyere, menjetek. Gyere, Galuska, gyere is, gyere, gyere. Mint látható, a Lokinak a domináns viselkedése az már elmúló félben van. Bár hozzáteszem azt, hogy bármikor történhet olyan esemény, jöhet egy olyan kutya, akivel elkezd esetleg vetélkedni, tehát a tulajdonosnak is azért szem előtt kell tartani azt, hogy kontroll alatt tartsa a kutyának a viselkedését, és le tudja üzenni a kutyának azt, hogy mi a viselkedési szabály az ő falkájában, az ő irányítása alatt. De most már elfogadja a kutya a korlátot, és változtat a viselkedésén, hogyha egy olyan vezető szól neki, akit el is ismer magasabb rangúnak, irányítójának.